A karcagi tűzoltóság több mint 100 évét bemutató kiállítás anyagát évtizedeken át gyűjtötte Lévai Kálmán nyugállományú tűzoltó ezredes, és pár éve raktárba került az anyag, és most nyílhatott meg az új helyen. Mindenképpen a boldogság járja át a szívemet, hogy eljutottunk ide, és hogy ilyen sokan eljöttek a meghívásunkra, hogy lássák az új kiállítótermet, amit nem azért hoztunk létre, hogy ezzel új, olyan értelemben dicsekedjünk, hanem azért hoztuk létre, hogy lássák a fiatalok, hogy ez volt, és ha elmennek a karcagi tűzoltóságra, megnézik a mai felszerelést, hogy ez lett belőle. Tehát látni kell ezt a fejlődést, hogy ne az maradjon meg, hogy jaj, a tűzoltók, mert ha a tűzoltót meglátják visszaérkezni valahonnan, eseménytől, hát nyakig sáros, szutykos, koszos, kormos, és hát akkor nem egy olyan szívderítő foglalkozásnak tűnik ez. Viszont, hogyha azt látják, hogy ezek az emberek megmentettek valakit, valakiket, akár az életüket, vagy csak a vagyonukat, akkor már mindjárt más, hogy nem féltek bemenni a koszba, mocsokba, tűzbe, koromba, azért, hogy segítsenek az embertársunk. És ezt akartuk megmutatni, hogy régen ilyen felszerelésekkel kellett küzdeni, majdnem ugyanolyan lángokkal, majdnem ugyanolyan égésekkel. Ma meg már mennyivel modernebb. És hogyha ezt látja egy felnövekvő emberke, hogy bizony milyen jó, hogy most már modern felszereléssel tudunk dolgozni, nagyon sok mindenben segít a számítógép, és így tovább, akkor hát, hogyha nem azon tanakodnak, hogy merre menjenek nyugatra dolgozni, hanem hogy itthon is meg lehet találni. És nem kell elhinni mindent, ami a Facebook meg egyéb ilyen fórum összeír. Nem mondom, hogy agyon keresik magukat a tűzoltók, de a megbecsülésük folyamatos, és ezt igyekeznek anyagi dolgokkal is kifejezni. Az, hogy nem járunk derékig a pénzbe, hát nem járunk. Reméljük, majd egyszer járunk. És sok mindent megtesz a helyi vezetés is, az ország vezetése is, hogy a tűzoltók elismerve legyenek, megbecsülve legyenek. Hát mi ehhez kívánunk ilyen téren egy adalékot adni, hogy lássa azt a mai fiatal, hogy honnan jöttünk, hova érkeztünk, hol tartunk ma. Az ünnepélyes avatón Lévai Kálmán, Varga Nándor, a Karcagi Ipari Park Kft. Ügyvezetője, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő és Szepesi Tibor polgármester adta át a megújult kiállítást a látogatóknak, akik ezentúl előzetes bejelentkezés alapján megnézhetik a több száz darabos tűzoltóautó maketteket, a régi egyenruhákat, mentési eszközöket, kordokumentumokat és fotókat. Jelenleg a kapunk kitett telefonszámon engem lehet elérni, mivel én nem biztos, hogy mindig elérhető vagyok, meg lesz a szervezve, hogy ki helyettesít, ki tudja megnézni. Ha üdülő vendég jelentkezik nálam, azzal tudunk megbeszélni esetleg számomra is megfelelő időpontot, ami nem visszautasítva, ami neki is megfelel, meg nekem is megfelel, és akkor ezt tudunk beszélni. De mindenképpen lesz, aki helyettesíteni fog, amikor én nem vagyok elérhető, hogy senkit ne kelljen visszautasítani, vagy azt mondani, hogy ja, majd ősszel valamikor, meg egyéb, tehát ez nyilván nem. Örülünk annak, hogyha jönnek a látogatók, örülünk, hogyha meg tudjuk mutatni, és tudunk mesélni a régi időkről, és utána ott a másik program lehetőség, menjenek be az új laktanyába, 52-es új laktanyába, és nézzék meg a mai modern felszereléseket, és akkor meglátják a fejlődés. Jó, nagy lépték ez, hisz a közel van 100 éves, meg közel 100 éves felszerelések, tehát az túl nagy idő. De egy kicsit oda visszakapcsolunk, hogy olyan 90 felé indult el a látványos fejlődés, az még nem nagyon messze van. Tehát az a 30 év technikába azért nem egy olyan, nem lehet egyik napról másikra leamortizálni egy autót, hogy hagyjuk 2 évig, aztán cseréljük. Ez nem személyi kocsi, ez technikai jármű, tovább kell használni, és jól meg kell tanulni, bele kell jönni, minden csínyát, bínyát tudni kell a felszerelésnek, hogy minél gyorsabb, minél eredményesebb
tűzoltást tudjanak vele produkálni. Tehát nem is volna egészséges az, ha minden sűrűn cserélődnének ezek a felszerelések.